Classic Mobiles. Triumph Spitfire MK3. Ismerősen cseng ez a márkanév, legyen az motorkerékpár, autó vagy női fehérnemű. A témához tartozó történet 1885-ben indult, amikor egy Siegfried Batman nevű egyén Nürnbergből Batman & CEO cégnévvel kerékpárokat kezdett importálni Európából a brit földre. Triumph néven értékesítette a kétkerekűeket. Később Moritz Schulte is beszállt a bizniszbe, akivel közösen kerékpárgyárat alapítottak Coventry-ben. A hosszú évek során kinőtte magát a vállalkozás, jó nevű motorkerékpár és autógyárra. A 20-as évek elején jelent meg első négykerekű modelljük, egy 1,4 literes motorral szerelt autó, ami közepes üzleti siker lett. De jók voltak. A nem megfelelő marketing miatt viszont ritkán csengett a kassa. Később azért született még néhány sikeres típus. A második világháború pusztításai a Triumphot sem kerülték el. A gyárat lebombázzák az ellenséges erők. A céget megszerzi a Standard Motor Company, aki nem kisebb üzleti cél tűzött ki maga elé, mint hogy olyan autót gyártson, ami versenyképes tud lenni a Honi Jaguarral. Szép küldetésnek bizonyult. Az igazi motiváció azonban csak 1958-ban érkezett meg a versenytárs Austin Healey modelljének megjelenésével. Ez azonnal óriási siker lett. Ekkor már a Triumph mérnökei szintén gondolkodtak egy ehhez hasonló modellben, de gyávák voltak a lépéshez. Elkéstek. A Healey megérkezésével biztosak lettek abban, hogy ők is tudnak ilyet. Sőt, jobbat. Az első prototípust fából készítették a korábbi Herald modell rövidített alapjaira, de új konstrukciójú futóművel. Aztán a 60-as években a gazdasági viszonyok az autópiac összeomlását eredményezték. Ekkor a Leyland felvásárolta a Triumphot, és az adásvételi folyamat közben a projekt leállt. A Triumph dolgozói a hangár sarkába rejtették a prototípust, félve, hogy az új irányítás lefújja a terveket. Amikor fény derült a titkolózásra, és az új üzleti vezető meglátta, azonnal beleszeretett, és zöld utat kapott a Spitfire. A gyártás optimalizálás miatt törekedtek a végtelen egyszerűségre, amit a modell frissítések során a növekvő vásárlói igényekhez igazodva orvosoltak, minek eredményét az októberi londoni motorshow-n mutatták be. Giovanni Michelotti tervei kellően ötvözték a mediterrán meleg vért az angol hideg vérrel. De nem lett langyos a végeredmény. A Spitfire arányai a kis méret ellenére is szépek, a modernkori sportautók személyiségjegyeivel felruházva. 373 mm hosszú, 145 mm széles, 112 mm magas. Hosszan elnyúló lapos orr, alacsony öv és padló vonal. Aki nem tartja magát kondiban, annak 40 felett nem könnyű a be- és kiszállás. A gépház az E-Type-ból vett konstrukcióval egészben nyílik az orr irányába dőlve. Látványos és hasznos megoldás, akadálymentesen szerelhető. 1296 köbcentiméteres, négyhengeres, soros, OHV vezérlésű motor dolgozott a motortépben. Két darab SU karburátor etette az erőművet, amivel 75 lóerős teljesítményt tudott. Ez kielégítő gyorsulást biztosított a 750 kg-os tömegnek, akár 150 km/órás végsebességig. Csupán 6 és 7 litert igényelt 100 kilométeren.
A sebességet egy H-kapcsolású, 4 fokozatú kéziváltóval szabályozhattuk, melynek első fokozata szinkronizálatlan volt. Kis türelemmel és rutinnal pontosan használható. Az interjőr abszolút brit stílusban készült. A fa megjelenése ad némi arisztokratikus fennhangot a látványnak, amit azonnal elnyom az egyszerűen és nagy mennyiségben alkalmazott műbőr. Az ajtókárpit sem adott túl sok gondolkodásra okot, de mindezek ellenére kellemes benyomást kelt. Az MK3 már egy összecsukható kompakt tetőt kapott. Elődeivel ellentétben szerkezeti váza már nem a marrakesi bazár roskadozó sátraira emlékeztetett. A harmadik generáció lényegesen kiforrottabb volt elődeinél, esztétikailag, műszakilag egyaránt. Magasabban hordta a lökhárítóit, trendibb hűtőrácsot kapott. Az új motor erősebb lett a megnövelt furatok miatt. A nagyobb powerhez vastagabb féltengelyekre és nagyobb kormánykerékre volt szükség a kezelhetőség miatt. ...314.332 darab készült belőle, aminek 75%-a az USA-ban talált gazdára. Egy megfizethető brit sportkocsi volt, melyel fiatalok, idősek egyaránt szelték a vidék útjait a cabrio feeling mámorában. Szemrevaló, tetszetős, mozgékony, filigrán. Mint egy tornászlány.